Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek nektek a kártyák a mai napon. Szintén portál nap van, és hú, nagyon intenzívek az energiák. Nézzünk bele, szintén a tarót hoztam el nektek, és én a tarót is máshogy olvasom. Ezt én a saját intuícióm szerint olvasom, és kötöm őket össze. Mint ahogy látod, úgy látom, hogy tényleg lesznek nagy változások, most volt szintén, mint ahogy látod, teli hold is, és hold fogyatkozás is, és portálnak is, ez most már a második. Nézzünk bele, hogy mit is üzennek ezek a kártyák nektek, jó? Hát, uralkodjatok önmagatokon, ez lesz a radikális változás, hogy ti változtok meg, mert mindig csak egyedül önmagatok tudtok megváltozni, mielőtt valami más, valami változik közöttetek, ez nagyon-nagyon fontos. Most nézzünk csak még bele, hát mit üzennek még a kártyák. Azt üzenik tényleg, a szeretők jöttek ki, hát ez igen, ez nagyon is, fú. De most már ez téged, szerintem ez most már terhel ez az energia, mert úgy érzed tényleg, hogy igen, szeretőként itt vagytok, de még ez nem jött létre, és ez téged leterhel, vagy lehet, hogy őtet is leterheli, mert ő eztet érzi, és azért látom a kardok hármasa, hogy nagyon fáj a szíve. Szerintem nagyon nagy fájdalmai vannak itt, szívfájdalmai, csalódásai, és ez kell tényleg, hogy letisztázza önmagával. Mit jelent az? Hogy felismerje, hogy mi is fontos neki az életben, hogy mit akar élni, hogy ő uralkodni akar az érzéseken, vagy szeretni az érzelmeit, hogy a szerelmi érzelmeit élni. Vagy inkább ezt a fájdalmat szeretné élni. Ez kell tényleg, hogy letisztázza önmagával, és hogy kiálljon önmaga mellett. Én azt látom, hogy hát hosszú téren lesz ebből valami, lesz közöttetek persze fejlődés, de hát a kejhek hetes. A kejhek hetes az azt szimbolizálja mindig, hogy valami úgy nem tud teljesen úgy létrejönni, és azt látom, hogy hát még itt hiány van közöttetek, ez kell tényleg, hogy megoldja ezt a hiányt, és a kardok királya azt szimbolizálja, hogy igen, hát ő szeretne tényleg az érzésein uralkodni, de az megint csak a fejében van, az megint nem az érzés, ez az a szívherceg, hát csoda. És nézd csak, kijött a világ. A világ pedig azt mutatja, hogy ha akarja, ha nem, lesznek olyan változások itten, hogy ez nem erről a világról származik, szóval szószoros értelemben látod, a mennyei világ, itt kijött a mennyei világ a főpappal, hogy még az is megváltoztassa, akkora radikális változások lesznek, én úgy látom. Csak még egy kis üdő és egy kis türelem kell erre az egészre, hogy fejlődjön. A türelem az mindig rózsát terem. Az kell tényleg, hogy megengedjétek. A türelem az rózsát terem, és én azt látom, hogy a kelyhek apródja csak az érzéseket hagyni, megengedni az érzéseket, úgy látom. És nem, ő neki nem kell, hogy elszökjön az érzésektől, az kell, hogy megengedje önmagának, és én szerintem ő be tudja bizonyítani önmagának, hogy mi is a fontos neki, mit is érez, szóval az játszik itt egy szerepet, hát ti teljesen lélektársak vagytok, én ezt úgy látom, teljesen, szóval az azt jelenti, hogy egy lélekből származtok, és most ezen a portálnapon lehet, hogy még jobban érzed őt, és akkora változások lesznek, nézd csak, és ez a hold is még befolyásolja, még mindig befolyásolja, a 16-án, ami volt a teli hold, még mindig befolyásolja ezt az egészet, és legyél te is ilyen spontán. Engedd el magadat, mint egy bolond ember, úgy látom, és majd meg fogod látod, most úgyse nem tudsz más tenni,
csak hogy elenged magadat, és pozitívan viszonyulj a dolgokhoz, és annyira, de olyan hirtelen jönnek a változások, hogy ezt el se tudod képzelni, és olyan tüzesen tele szenvedél, hogy ne tudd meg, és én azt látom tényleg, hogy ő be fog téged fogadni, és te is őt be fogod fogadni, ez a négy, botok négyese, és azt látom, hogy az ér még ásza, szóval lesz rá lehetőség ezt tényleg megteremteni mindent, amire neked szükséged van, amit te szeretnél, amit élni szeretnél, radikálisan változik minden. De tudod, hogy ehhez lehet, hogy ami változik, hogy valami negatívot is hoz magával, mert mielőtt a jó bejön, valami kikészít előtte, szóval a botok tízese, el kell engedjed ezt a fájdalmakat. Szerintem úgy van, hogy úgy érzed, hogy teljesen le vagy merülve, és akkor megtalálod újra az erődet, ebből is merítesz ebből, és én úgy látom, ha bár még úgy érzed, hogy be vagy zárva, vagy a lélektársad úgy érzi, hogy még itt bezárt egy helyzetbe, úgy látom, ő fogja magának megteremteni, ő fogja magának megteremteni, és ő lesz a győztes, nézd csak, ő lesz a győztes. És én azt látom, hogy lesz tényleg esély, hogy kimutassa neked is, amit érez, kimutassa az, ami neki fontos, hogy ha bár ez lassan is halad, de szerintem most nagy változások lesznek radikálisan, szóval nem úgy, mint eddig, hanem ilyen nagy változások, hogy valamit kimond neked, vagy kilép egy helyzetből, vagy ilyen dolgok várnak te rád, szóval a lélektársal kapcsolatban, vagy elmondja neked, hogy valaki őt tényleg megbántotta, és hogy mit érez. Hát remélem ez tetszett neked, ha tetszett, lájkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok!